Köszöntöm az eBugatta nézőit, most már verőfényes napsütésben jó időben vagyunk, ezért itt az ideje az igazán jó kutyás sportoknak. Az eBugattában már többször foglalkoztunk a frisbivel, és mindig Árkosi Józsit kértük meg, hogy ezt a sportágat mutassa be a nézőnknek. Egy kicsit ismételjük meg, hiszen volt egy nagyon hosszú frisbi sorozatunk is, ami természetesen az eBugatta oldalai látható, hogy mi is az a kutyás frisbi, miről szól ez a sport? Tulajdonképpen maga a kutyás frisbi egy 100%-osan játéknak tekinthető tevékenység. A kutya szemszögéből semmi másról nem szól, mint hogy elkapja, amit a gazdi eldob és visszahozza. Természetesen ennek a versenyekben, a különböző szabályzatokban vannak koreográfiái, sokféle feladat létezik, de a kutya ebből semmit nem érzékel. A kutya állati boldog, hogy a gazdi dobálja a korongot, ő meg visszahozhatja. A többi már itt az emberi tényező. Egyrészt beszéljünk akkor a hobbi frisbee-ről. Mi az a legfontosabb, amire figyelni kell, hiszen azt már megtanultuk, hogy nem egyszerű eldobni egy sima gyerekjáték korongot, és otthon ezt hogyan játszhatjuk, hogyan gyakorolhatjuk? Így van, ez nagyon fontos, hogy aki kedvet kap esetleg egy rendezvényen, vagy a tévéből, vagy bárhonnan ahhoz, hogy kutyájával frisbizzen, mindenféleképpen kutyás frisbit kell beszerezni. Egész egyszerűen azért, mert ezek a speciális korongok olyan anyagból készülnek, amelyek nem törnek a kutya harapására. Még hogyha egy játék korongot használunk, akkor a szilánkosan törik, és nagyon súlyos sérülést okozhat. Úgyhogy ezért kell kutyás koronggal játszani mindenféleképpen. A másik pedig az, hogy mindig a kutya érdekét kell szem előtt tartani, tehát meg kell várni azt, amíg a kutya megfelelő fejlettséget eléri, az ízületei terhelhetők, stb. Hiába van nagyon nagy kedve egy 6 hónapos kutyának rohangálni és szaltózni, azt nem szabad neki engedni, mert nagyon hamar tönkreteszi a saját szervezetét vele. Úgyhogy itt az ember kontrollálja ezt a dolgot, és szépen fokozatosan, ahogy lehet, a terhelést adni a kutyának, akkor mindig lehet többet játszani, gyakorolni. Aki otthon hobbi szinten szeretné ezt csinálni, ugyanúgy játszhat a kutyájával, mint akárha egy labdát dobálna neki, vagy érdemes elmennie és segítséget kérni, hogy ezt megmutassák, hogy jól csinálja? Hát előszörösen ebben is érdemes kikérni olyanok véleményét, akik már ebben gyakorlottak, de hát valóban az eBugattás sorozat is nagyon jó ehhez, ezt amit meg lehet nézni az interneten. A fokozatosság a lényeg. Először egy kis kutyával, egy kezdő kutyával például gurítjuk a korongot, és csak a földön guruló korong után veti magát a kutya, és azt vadássza le. Aztán fokozatosan emeljük a tétet, emeljük a szintet, egészen addig, amíg nagy távolságra eldobott korongot is elfogja, illetve amíg különböző akrobatikus trükköket is fogunk már tudni végrehajtani vele. Aki profi szinten szeretné ezt a sportot űzni, milyen versenyek vannak a frisbin belül, mire készüljön? Több világszervezet van, és ezek a világszervezetek itthon is képviseltetik magukat versenyekkel. Minimális mértékben különböznek a szabályok, alapvetően kétféle frisbee létezik, az egyik a távolsági, a másik pedig az ügyességi, a freestyle. Ez mindenféle szervezetnél így működik, és a különböző szabályok azok arra vonatkoznak csak, hogy milyen vonalvezetésű pálya, mekkora pálya, hány sávra osztják be, milyen távolságra kell dobni, stb. De alapjában véve a távolsági verseny mindig annyit tesz, hogy a minél messzebb eldobott korongot minél gyorsabban visszahozni, a freestyle pedig egy akrobatikus ügyességet igénylő zsonglőr mutatványok sorozata gyakorlatilag másfél percben zenére, amit a kutyával összhangban ad elő a gazdi. Kinek nehezebb sport ez, a kutyának vagy a gazdának? Hiszen itt mind a kettőnek együtt kell nagyon jól működnie. Hát igen, itt amit arra utalnak vissza, amit mondtam már, hogy itt nekünk kell kontrollálni a dolgot, mert a kutya képes addig csinálni, amíg holtan esik össze, tehát semmiképpen nem szabad túlterhelni a kutyát, és pontosan ennek a sportnak a módszertanából eredően nevezhetjük valójában sportnak, hiszen azok, akik profin űzik, azok futnak, gyúrnak, testedzést végeznek, stb., hogy igazán tökéletes produkciókat tudjanak bemutatni. Persze annak, aki csak szeretne naponta kicsit dobálni a kutyájával, az nem szükséges, de azok, akik a világ élvonalába kívánkoznak, azoknak ez már így működik. Már több eBugatta adásban mutattunk be
profi magyar frisbiseket. Hol állunk itt az világi színvonalban, a világ élvonalában vagyunk? Abszolút el lehet mondani, lakosság arányosan mindenféleképpen, hiszen világbajnokaink vannak, világbajnoki dobogósaink vannak, világcsúcs tartóink vannak, úgyhogy Európa bajnok számtalan, azt nem is tudnám megmondani, hogy hány, úgyhogy igazán ott vagyunk az élvonalban ebben. A versenyzőink járják Európát, a világbajnokságok az Egyesült Államokban vannak, oda is kijutnak, és ott állnak a dobogón sokszor. Milyen egy világcsúcs ebből, hogyan lehet ezt mérni, gondolom, ez a távolságra megy? Hát a távolsági verseny elég exakt, ott megfelelő pontszám. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy bizonyos alaprajzban felfestett pályán kell egy darab koronggal minél több pontot elérni. Tehát eldobni, a kutya a levegőben kapja el, meghatározott módon visszahozza, az ember újra eldobja, stb. És ebből lehet pontokat gyűjteni. Ebben az ágazatban is van világbajnokunk. A freestyle az sokkal szubjektívebb, ott négy bíró bírál, hasonlóképpen, mint mondjuk a műkorcsolyánál. A mozdulatokat, az akrobatikusságot, az ügyességet, az egész koreográfiát minden bírálják, ott ilyen sok összetevőből áll össze a pontozás. Egy kicsit, ha számokat tudunk mondani, milyen messzire lehet eldobni egy korongot, vagy milyen gyorsan tud futni akár egy kutya utána, és hogy tudja elkapni ennyire gyorsan ezt a levegőben? Hát van olyan versenyág, ahol nincs felfestve a pálya, hanem akkorát kell dobni, amekkorát csak bír az ember. Ott a 100 métert közelítik most már a világcsúcsok, a jelenlegi világcsúcsok. Régen volt egy olyan versenyző, egy kutya, akiről egy egész ilyen ágazatot elneveztek, egy Ashley nevezetű vipet Amerikában, aki 117 méteren fogott korongot. De ebben a ma használatos úgynevezett quadruped versenyágban, ahol nincs a pályának vége, mint mondtam, itt olyan 100 métert közelítik most már az eredmények. Mindenfajta kutyával lehet alkalmas erre? Mindenfajta tiszta kutya, keverék kutya, kis kutya, nagy kutya, közepes kutya? Természetesen, egy abszolút nem fajta függő, a világbajnokságon sem igényelnek pedigrét és semmi egyebet. Ami nagyon fontos, hogy az esélyegyenlőség miatt ketté van osztva a mezőny, vannak úgynevezett mikrodogok, meg vannak a normál méretű kutyák, tehát a kicsiknek értelemszerűen nem kell akkorát futniuk, illetve nem kell olyan nagy távolságot bejárniuk, mint a nagyoknak, így van ketté osztva a mezőny, de bármilyen kutya lehet. Az nagyon fontos, hogy csak olyan kutyával szabad elkezdeni, amelyiknek az alkata is alkalmas erre. Tehát egy nehéz mozgású, vastag csontú kutya, hogyha szereti is, akkor sem igazán biztos, hogy ez jó neki. Tehát példának tudnám mondani, nekem van egy komondorom, a gurított korongot visszahozza vígan, de meg sem próbálnám neki feldobni a levegőbe, hiszen az nem az ő ízületeinek való, hogy ő ugráljon. Mennyi idő alatt tud egy hobbi versenyző bekerülni akár egy versenyre, vagy komolyra fordítani ezt az egészet, ha nagyon szeretné, és nagyon ügyesek a kutyájával? Minden versenyen vannak kezdőosztályok, és nagyon sok olyannal találkoztam már, aki gyakorlatilag hetek alatt. Tehát ahhoz, hogy kezdőosztályban egy távolsági versenyen elinduljon valaki, ahhoz semmi más nem kell, mint hogy oda merjen állni, legyen lámpaláza, és egy helyről eldobálja a korongot, a kutya visszahozza, elveszi tőle, megint eldobja. Igazándiból ez így önmagában kimondva sem túlságosan bonyolult. Ez egy kezdő versenyző, egy-két hét után már akár fölállhat egy pályára. Természetesen ő még nem veszi fel a versenyt a világ évvonalával, de nyugodtan versenyezhet, és nagyon sok esetben ezekből a kezdő mezőnyökből, akik életükben először másodszor jelentek meg a pályán, olyan versenyzők buknak ki, akik pillanatok alatt fölkerülnek a csúcsra. Ha már a csúcsról beszélünk, itt Magyarország fog otthont adni egy nagyon nagy frisbis csúcsrendezvénynek is. Mi ez? Így van, ez a Skyhands Dogcsó Európa-bajnokság. A Skyhands a legnagyobb világszervezete ennek a frisbis sportnak, kutyás frisbis sportnak. Ők rendezik most már többedik alkalommal. Az első Európa-bajnokság is nálunk volt, és most már azóta három alkalommal nálunk rendezhettük az Európa-bajnokságot. Eddig már 10 országból vannak nevezőink, de még messze nem zárult le a nevezés. Ez május 30-31-én lesz a Városligetben a Királydomnál.
Kiket vártok erre a rendezvényre? Hát bárkit, aki szereti a kutyákat, nagyon összetett rendezvény lesz, tehát nem csak frisbee lesz, lesz ez a kutyás vízbe távolugrás, a dogdiving, lesz flyball verseny, kutyás bemutatók, szaktanácsadás, millió program, úgyhogy bárkit, aki szereti az állatokat, nagy szeretettel várjuk. A fő esemény az Európa Bajnokság, de azon kívül mondom, nagyon sok program lesz. Ha szeretnénk a kutyánkkal egy kis időt tölteni, és egy jó sportolni, vegyünk neki egy kutyás frisbee korongot, és tanuljuk meg, hogyan kell eldobni, hogyan hozza vissza. Ha pedig igazán nagyokat szeretnénk látni, akkor érdemes ellátogatni az Európa-bajnokságra, hiszen akár több száz méteren keresztül is szaladhat egy kutya, és felrepülve elkapja a frisbee korongot.